Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás július 8-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Erre is kivetem a kártyát. Ehhez jön még egy napi kártya a csokis kártyákból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei, erre megadja a választ ez a fő papnő. Ez lehet egy spirituális téma, ami őt jelen pillanatban foglalkoztat. Ez a fő papnő őrzi a sorsok könyvét. Egy sorsdöntő fordulat, vagy egy kármikus szerelem, és ez, ami őt szintén foglalkoztat. De mint látjuk itt a képen, ő ír valamit, egy levél, egy hír, erre várakozik. Ő szeretne tőletek egy hírt kapni. Az is lehet, hogy ő tervezi ezt, hogy ő jelentkezik nálatok. Utalhat ez a kép egy szerződésre is. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Itt a háttérben ez a hajó a reményeket szimbolizálja, tehát ő neki megvannak a vágyai, a reményei. Ez a kép utal egy utazásra, az lehet egy ilyen kereskedelmi kapcsolat is, vagy ez az utazás utal egy belső útra. A hatos szám a múlttal áll összeköttetésben, és ez lehet egy kármikus út, egy lelki kapcsolat. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt a kettes szám egy párkapcsolatra utal. Ti és ő. Viszont ezen a képen van egy harmadik személy, aki figyeli az eseményeket. Valaki figyel benneteket. Itt a képen egy férfi látható, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, az lehet egy hölgy is, és figyel benneteket, megfigyeli, hogy mennek előre a dolgok, mi történik a következő napokban és hetekben. A napi kártya, itt ez a csokis kártya, az gyógyulásra utal. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!